Köszöntöm a Duett nézőit, és tisztelettel köszöntöm Madari Gyulát, a Makrovilág igazgatóját. Irodájuk a vallási turizmus országosan ismert szervezője. Ha zarándokokról beszélünk, kedves igazgató úr, akkor megállapíthatjuk nyugodt szívvel, hogy ma már a zarándokok repülőgépen, vonaton vagy luxus autóbuszon utaznak. Nem volt ez mindig így. Korábban, amikor ezzel a fogalommal társítottuk a zarándokokat, hogy elmennek bizonyos vallási kegyhelyekre, akár belföldön, akár külföldön, akkor úgy jelent ez meg képzeletünkben, mint aki a hátára veszi a zsákot, bakancsot húz, és elmegy, rója a poros utakat. Változott a világ. Szeretettel köszöntöm én is a nézőket, és nagyon érdekes kép, amit ön felvázolt, ez a háború előtti kép. Időnként még a néprajzosok is ezeket a gyalogos, hátizsákos, kísérőkocsis zarándokokat keresik, de hát már ezek csak ismét nagy számban a híres gyalogzarándok utakon találhatók meg, például az El Caminón, vagy most már a Mária Gyöngyök, és így tovább. A nagy többség az embereknek időhiányába átalakulva a gondolkodás, a nézet, a közlekedés, busszal, repülővel mennek, és nagyon érdekes még a zarándokok lelkülete is, hiszen a második világháború után a zarándokok zarándoklás tiltva volt. A rendszerváltás után megkezdődött, akkor a régen vallási nevelést kapott testvérek tértek vissza az egyházba, és zarándokoltak. Meglehetősen nagyot ugrott most igazgató úr az időben, tehát 1945-től egészen a rendszerváltozásig jutottunk el. Engedje meg, hogy elmondjam azt a személyes élményemet, hogy amikor én gimnazista voltam, és elvittek bennünket 1959-ben egy országjárásra, akkor jól emlékszem, hogy Virág tanár úr, aki bevitt bennünket a templomokba, és mint műemléket mutatta a templomot, akkor őt utána, hogy visszaérkeztünk a Pécsi Nagy Lajos gimnáziumba, őt természetesen kirúgták az iskolából. Azért, hogy nem kell ezeket a gyerekeket megfertőzni azzal, hogy templomokba visszük. Tehát voltak olyan törekvések azért a rendszerváltás előtt is, amikor bizonyos emberek azt szerették volna, hogyha minél többen, főként a fiatalok, közelebb kerülnek a valláshoz. Igaz, hogy őket az előbb elmondottak szerint is hát meglehetősen üldözték. 43 éve vagyok idegenvezető, és nekünk, én egyébként úgy kerültem bele, mint Pilátus a krédóba, nekünk idegenvezetőknek voltak tiltott helyek. Például ilyen tiltott hely volt Máriacell. Ezt úgy oldotta meg az IBUSZ anno, hogy Szentpöltent és Grácot összekötötte egy úttal, de nem jelölte meg, hogy ott például meg lehet-e állni Máriacellbe, vagy nem. Hát ugye nekünk nem lehetett, de hát a testvérek kérték, hogy hát álljunk meg, Gyula. A testvérek az utasok, az utasok, akiket persze, igen, én már igen. Közelebb érzem magamhoz az embereket talán, és az utas az egy kicsit olyan távoli, mint egy munkatárgya. Igen, én igen. Viszont együtt zarándokoló vagyok, vegyük. Aha. És hát mondtam, nem lehet megállni, de ha szólnak hátulról, akkor vox populi, vox dei, én természetesen megállok. És hát megálltam, meséltem a kegyhelyről, egyébről, és valaki visszatért, nem akarom megemlíteni, és élő személy, és mondja nekem, hogy te Gyula, hát te nem mondtad, hogy itt Mincent itt van eltemetve. Jaj, nem, persze, még én hoztam is koszorút, de hát nem tudom, hol van. Uh-huh. Nos, hát ugye ebből az lett, hogy fel akartak jelenteni természetesen. Nem egészen szépen, de én meg megzsaroltam őket, hogy nekem be kell jelenteni azokat a plusz vásárolt árukat, amelyek nem fértek bele
a háromnapos turista keretben. Aha, igen, mert hát fiatalabb nézőink kedvéért magyarázzuk el, vagy mondjuk el, hogy volt egy bizonyos olyan turista keret, hogy értékhatáron felül nem lehetett semmit behozni, ugye? A bizonyos bevásárló utak Bécsbe háromnapos 72 órások voltak, és akkor 50 dollárt kaptunk hivatalosan erre, három évenként, hát ez már tényleg érthetetlen sok ember számára. Történelem. És hát ugye akkor volt, aki viszont 1000 dollárra is vásárolt, és akkor alig bírta a hifi, kis hifi tornyon ülni, mit tudom én, szóval mindenhol. Na most, hát ugye ők féltették az áruikat, és ezért mindenki, vagy nagy része felajánlotta, hogy ők bárhol van, ők segítenek, és aki fel akarja jelenteni, akármi lesz vele. Hát ezek izgalmas részek voltak, de ugyanolyan izgalmas talán a mai idő is, ha szabad visszatérni. Igen. Hiszen említettem, hogy első 25 évünkben azok tértek vissza az zarándoklatokhoz, az egyházhoz, akik gyerekkorukban vallásos nevelést kaptak, de az élet elsodorta őket, vagy érdek, vagy félelem, vagy bármi miatt. Most viszont egy új generáció nem visszatér, hanem megtér. Ők nagy része pont az előző generáció hibájából nem kapott vallásos nevelést. És hát ugye azt gondolták, mert velünk, ugye én már mondhatom idős ember lévén, hogy nekünk azt tanították, hogy a vallás az rövidesen kihal. Ha ezek az öregek meghalnak, utána nem létezik. És mit ad Isten? A vallás nem halt ki, nem fog kihalni, hiszen az emberben a harmadik ösztön, az istenkeresési ösztön, bármennyire is próbálják, akár gazdasági érdekből, akár kereskedelmi érdekből, akár azért, hogy elhallgattassák az igaz szót, nem fog kihalni, mert az ember természetében van oltva az istenkeresési ösztön. És ezt gyakorlatilag az emberek 60-70%, amíg a fajfenntartás vagy élet ösztönnel szemben, ugye azok lényegesen magas, fönnáll. És ugye ez az istenkeresés ösztön, ez nagyon érdekesen jelenik meg. Egyrészt megjelenik az ember életébe 10 és 25 év között, a másik korszak pedig 50 és 65 év között. Egyik a... Születés elmúlás? Hát rácsodálkozás a világra. Igen, tehát igen. Egy fiatal keresi a helyét a világba, a világnézetét, minden, tehát ilyenkor, és a másik pedig fölneveltem a gyerekeket, életem javát leéltem, tulajdonképpen kimenő szérje vagyok, hogy csúnyán mondjam, mondhatom én már, és ilyenkor az ember megint elkezdi keresni az értelmét a életének, keresi Istent, és hát ezért van az, hogy megtérnek, zarándokolnak, jönnek, és megyünk. Erre alapozva is, hogy mennyire él a vallás, és mennyire nem sikerült az elmúlt 50 évben kiölni ezt az emberek lelkületéből, mutatja az is, hogy meglehetősen nagy a kereslet az önök által szervezett utak iránt, hogy csak most maradjak, a legközelebbinél a pápaavatásra is indítanak önök. Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés. Izgalmas tény az, hogy 16. Benedek pápa lemondott. Évszázados szokástól eltérően. Izgalmas tény, hogy most új pápát választanak, fiatal pápa kerestetik, bár a legfiatalabb 53-ba született, a többiek azok mind 37, 44, akár. Tehát 60 éves a legfiatalabb akkor, ha jól igen, számolom. Igen, így igaz. És nagyon fontos az, hogy akit megválasztanak, hozzásegítsük, lelkesítsük, hogy az új hivatalát, hivatását jól tudja elvégezni, és mi egy vonatot szervezünk most március 24-én, egy külön vonatot a pápa beiktatására, amely egyben persze a virágvasárnapi ünnep is lesz, de ez úgy indulunk, hogy szombaton indulunk, vasárnap ugye, alszunk a kusetbe, vagy éppen a hálókocsiban, vasárnap egész nap ott vagyunk részben a pápa beiktatás, másrészt a négy pápai bazilika megtekintése, este jövünk haza, és másnap visszajövünk. Ez mondjuk ezelőtt 40 év elképzelhetetlen lett volna, hogy egy ilyen adhok, egy ilyen rövid utazást tegyünk Rómába, hiszen ha egyszer kiszabadultunk 5-10 évenként, akkor
mindent megnéztünk, de manapság ez már olyan természetes, mint ahogy elmegyek Debrecenbe, vagy éppen Pécsre. Na de hát egy pillanatra most maradjuk még a pápa beiktatásánál. Hát adásunk felvételekor mi még nem tudjuk, hogy melyik nap iktatják be a pápát, az új pápát. Világos. Várhatóan teszem hozzá természetesen, de miután áttanulmányoztuk az utóbbi pápa választásokat, menetrendjét, ugye most van az ismerkedés ideje, jövő héten lesz a választás ideje, és az utóbbi 8 pápát 2 és 4 nap alatt megválasztották. Nem, tehát a középkor volt az, amikor fél év, meg majdnem egy évig tartott egy pápa választási konklávé, most már nagyon gyorsan, és természetesen a bíborosok is szeretnének, meg haza is kell menni nekik, a húsvét ünnepeket otthon ünnepelni részben, másrészt pedig szeretnének minél hamarabb pápát választani. És nem beszélve arról, amit ön említett, hogy egy vasárnapi ünnephez kapcsolódhatna, pápa beiktatása. Pontosan. Igazgató úr, ön, ha az információim jók, akkor vallási turizmusról ad elő a Nyugat-Magyarországi Egyetemen. Olyan fiataloknak, akik szakirányban ezt a képzést vették fel. Miként tudja ön magyarázni a turizmus alakulását a hallgatóinak? Életkor szerint hogy alakul a turistáknak a választása? Mely utakat preferálnak? Milyen kényelmi szempontokat vesznek figyelembe? Erre nézve önnek az óráin milyen magyarázatot kell adnia? Hát onnan kezdem, hogy tulajdonképpen egész életemet az emberek szolgálatába szenteltem. Az utóbbi 26 évet, meg a vallási turizmus, de helyesebben az zarándoklatok szervezésében. És a 40 évi szünet után ki kellett egy új metodikát dolgozni a mai élő emberek számára. Be kellett építeni a mai gazdasági, kulturális, vallási, mindennapi életben a zarándoklatokat. 11 éves küzdelem alatt elértem azt, hogy a vallási turizmus, csúnyán mondva, támogatandó turisztikai termék lett 2001. március 7-én. Zarándokházat létesítettünk, pilgrim guide képzést a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel, vagyis olyan idegenvezetőket, akik vallási dolgokban is jártasak. Tehát, mint egy lelki idegenvezetők is kiszolgálják. Mint régi búcsújárásvezető. Igen. Ők a régi búcsújárásvezetőknek utódai. És most pedig olyan szakembereket képzünk, akik részben, ugye teológiailag helyén vannak, helyükön vannak, másrészt pedig turisztikailag értik a dolgukat. A vallási tárgyakat azt a győri hittudományi főiskola tanárai tanítják, az általános turisztikai tárgyakat azt az egyetem oktatói, belső oktatói, én pedig mint külsősként tanítom, egyrészt a vallási turizmus menedzsmentje, másrészt szervezési módszertana, harmadrészt pedig vallási ünnepek, rendezvények szervezése. Fogékonyak a mai fiatalok, hiszen megjelenítem számukra részben a keresztény világrendben élő ember, akik mi vagyunk, létét a szekuláris világrendben, amely körülvesz bennünket. Különösen még ha arra tekintek, hogy az Európai Unió még a keresztény gyökereket sem akarja felvállalni, ettől kezdve abszolút szekularizált világnak tekintendő. Hát ugye a kettő egymás mellé tétele levezetése izgalmas kérdés, mert ott kezdődik, hogy nálunk van Isten, a szekularizált világban nincs. Nálunk az ember teremtmény oda-vissza van kapcsolatban az Istennel, a szekularizált világban pedig az ember egy önálló lény, aki a föld ura, idézőjelbe, és aztán például a szerveződés. Nálunk természetesen van a szolidaritás, van a közjó, és van a szubszolidaritás, míg a másik helyen van a piac, van a profit, és van a tulajdon. Tehát innen látszik az, hogy nálunk van a bűn,
náluk van a bűncselekmény. Aztán, de sorolhatnám a különbségeket, és nekünk, a mi lelki világunknak, a lelki indítatásunk megfelelően meg kell találni a helyünket is a szekularizált társadalomba, részben saját életünk vitelével, másrészt pedig, ha szabad ezt mondani, bizonyos szempontok szerint átalakításával felelősségünk van erre. Mert nem lehet az, hogy rohanjon egy társadalom a saját vesztébe. Egyébként azt mindenki látja világosan, hogy tulajdonképpen az emberiség önpusztító módon él, elméleteket val, és így tovább. Uh-huh. Tehát ha csak egyet mondok, a gender elmélet. Abszolút. Igen. Életünk során miként alakul, és most eltekintek egy kicsit a vallási turizmustól, általában a turizmus, hogy oktatják önök ezt óraadó tanárként a Nyugat-Magyarországi Egyetemen, hogy ő gyerekkorban, igen, fiatal felnőtt korban, időskorban, egyáltalán meg lehet-e húzni élesen a határvonalakat? Nagyon érdekes kérdés ez, és ezzel sajnos sok esetben egy elég áttekintő tapasztalatom erről, hiszen számtalan főiskola, egyetem, más egyetemek hallgatóikat hozzám küldik, hogy segítsek esetleg részt venni, mert választanak. 149-en választottak vallási turizmus kapcsolatos szakdolgozatot. Na most elfelejtik azt, ugye, mert nagyon helytelenül azt mondják, hogy a vallás az öregeké csak. Ugye egy érdekes történet, 50 évvel, több mint 50 éve érettségiztem, és egykori diáktársam fölhívott Anikó, és mondja, hogy emlékszel, Gyula, amikor mi fiatalok voltunk, csak 15-20-an jártunk a faluba templomba. Többi mind öreg asszony volt. Mondom, Anikó, most kik járnak a templomba? Az öreg asszonyok, mondom. Te, Anikó, az öreg asszonyok sose halnak meg, 50 év után sem. És hát ugye itt ledöbbent ő maga is. És hát ugye itt a magyarázat, az istenkeresés ösztön, hiszen ha azt mondom, hogy Szovjetunióban, Oroszországban 70 év volt kommunizmus, bezárták a templomokat, ateista múzeumokat alakítottak, és most volt egy felmérés, és közel 80%-a vallásosnak, egész pontosan ugye az orosz pravoszláv hívőnek nevezte magát, pár százalék volt is vallásos a maga módján, és 8% ateista. Tehát nem működik ez a Istenről való lebeszélés. Na most a következő van, amit elfelejtenek, és ezt én mindig próbálom hangsúlyozni tanárkollégáknak is, bárkinek, hogy ne úgy vegyük az embereket, a fiatalokat, bárkit, hogy igazán beskatujázzuk, hogy hogyan utaznak. Mert hiszen utaznak a pápához, ugye 2 millió fiatal is, meg öreg is, meg minden, tehát ez nem függő. Inkább csak az utazás módja az érdekes, hiszen ha azt nézzük, tulajdonképpen csak a fiziológiára kell tekinteni. Szervezett útra, fiatalkorba, 18 éves korig a szülőkkel iskolában megy. 18-tól 30-ig én fiatal lettem, hátizsák, nyelvet beszélek, nekem nem mondja meg senki, és így tovább. Uh-huh. Megyek önállóan, csoportosan, kis társaságban, a kedvesemmel, és így tovább. Aztán 30-tól 55 évig, jaj, rohadt fáradt vagyok, engem hagyjanak békén, én kifekszem a tengerpartra, hozzák oda a sört, és kész. 55 éves korban, ugye, napsüt, zavar, fáj a fejem tőle, nem bírok kifeküdni, és így tovább. És akkor elkezdek utazni. De most is szervezetten, mert hát én már megengedhetem magamnak, hogy ne keressek szállást. Másrészt nem is beszélek nyelveket. Másrészt szolgáljanak ki engem, és tegyék meg úgy, ahogy én szeretném. És a szervezett utak körében ekkor főleg kulturális és vallási utak jönnek számításba. Tehát tulajdonképpen az élettannal, az élettani sajátosságokkal, mert ugye meg szokták kérdezni tőlem, különösen az egyetemisták tanítják, hogy a célcsoport. Önöknél ki a célcsoport?
Nálunk minden ember. Korra, nemre, fajra, vallásra, tekintet nélkül. Mentem 55 emberrel, baptistával Rómába, ahol 1860-ig csak katolikus vallás létezett. Hallatlan izgalmas volt. Egyébként ez a felsorolás, amit most hallottunk öntől, én azt hiszem, hogy bátran mondhatjuk, hogy mindegyiknek egészen attól a pillanattól kezdve, hogy először elmegy az ember a szüleivel külföldre, belföldi kirándulásra, egészen addig, hogy azt választja, hogy nekem már itt fáj, ott fáj, úgy süt a nap, zavar, kényelmet szeretnék, mindegyiknek megvan a szépsége. Nem? Pontosan, pontosan. Nézze, egy idő után, amikor már az ember eljut a korba, akkor a bölcsesség is helyenként előjön, és az emberi bölcsesség is, ha jól kamatoztatjuk, akkor kapcsolatokat alakít. És ezek a kapcsolatok, mondhatnám, nem egy kapcsolatról tudok, akik évtizedekig összejárnak, 80-10 együtt vannak, tehát új barátokat szereznek, nem csak megtérés, rengeteg megtérés van. Útjainkon rengeteg csoda van. Tehát hála a Jóistennek, megtörténnek azok, amire az emberek várnak, vágynak. Csak egyet említsek, egy atyát vittek ki a testvére és egy nővér a hátsó ülésen a buszban, tisztába rakták. Tehát mozgásképtelen volt. Kivitték Lourdesba, hazajöttek, és mikor a határt átlépték Körmenden, fölállt és misézett. Ez maga a csoda. De sorolhatnám, hiszen nincs arra lehetőség. Egyik nagy hozománya vagy hozadéka az arándoklatoknak a lelki megújulás és a csodák, a kegyelmek elnyerése. Másik az új ismeretség. Harmadik, fantasztikus dolog az megtapasztalni, amikor elmegyünk egy ilyen, ugye én önkéntelenül nem utast mondtam, hanem testvér, egy ilyen közösségbe, ahol nem a pénz dominál, nem az a legfontosabb, mit vásároljunk, nem az a legfontosabb, hogy nekünk mink van, és így tovább. És akkor akinek ez volt, rádöbben, hogy más életek is vannak, és ezek a más életek sokkal boldogabbak, kiegyensúlyozottabbak, szeretetteljesebbek. Tehát mondhatnám azt is, hogy ez az együttlét neveli az embereket, hiszen ma nincs semmiféle továbbképzés az életbe, tehát sem a hit dolgokat, ha nem járnak templomba, nehezen tudják valahol bepótolni. Másrészt nincs illemtan. Sok mindent hozunk magunkkal, és sok mindent nem. És egy kedves szó, egy megfelelő mosoly, meghajlás másikat teljesen elbűvöli. Hiányzik manapság ez is. Igazgató úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Ezzel a bűvölettel zárjuk le ezt a beszélgetést, és azt kívánom önnek, hogy azok az utasok, vagy ahogy ön fogalmazott, maradjunk most ennél a szónál, testvérek, akik elmennek önökkel egy-egy útra, azok épüljenek lelkileg, szellemileg. Igazgató úr, még egyszer köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, tartsanak máskor is a Duettel.